vendégeink itt is vannak a stúdióban, Őrsi Gergely és Tumer János. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó reggelt. Elnézést, hogy nem a megadott témában, csak ugye tegnap mi a megemlékezésen a Margit-szigeten összefutottunk, és pont az a kérdés merült fel bennem ilyenkor, persze érthető módon, hogy kinek milyen impulzusai, emlékei vannak Benedek Tiborral kapcsolatban, hogy önnek volt, van? Szerintem sokszor találkoztak? Benedek Tiborral kapcsolatban mindenkinek egy különleges kapcsolata van. Én személyesen nem ismertem, mégis szerintem sok ezer, sok tízezer honfitársamhoz hasonlóan úgy érzem, hogy ő része volt a mi generációnk életének, és pont ezért lehetett az tegnap, hogy több ezren mentek ki megemlékezni róla a Margit-szigetre. És amit ön is mondott a felvezetőben, ez az idézet, ez is azt jellemzi, hogy ő Magyarország legnagyobb sportolója volt generációnknak mindenképpen, és mégis őt talán azt tette a legnagyobbá, hogy ő sosem érzékeltette magáról, és sosem tűnt úgy, hogy ő a legnagyobbnak tartja magát. Tehát ez a szerénység, ami ezzel a maximális elhivatottsággal párosult, tette őt szerintem olyanná, hogy egy kicsit mindenki úgy érzi, hogy ismeri és közel áll hozzá. A kerületi kötődése annyi van, hogy a kerületi futóverseny, a kerületi kaptatón ő minden évben szinte részt vett gyermekek társaságában, ezzel is kimutatva azt, hogy a sport az nem csak a versenyszellemről szól, hanem a közösségről, a csapatról és a részvételről is, úgyhogy mindenképpen egy fájdalmas emlék. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Mehetünk tovább a témáikra. Jó, menjünk tovább. Akkor ön tegnap a parlamentben a felszólásában azt kérte, hogy jusson több pénz a rendvédelmi szerveknek. Miért van erre szükség ön szerint? Azért van rá szükség, mert egy pályakezdő rendőr vagy egy pályakezdő katona egészen megalázó havi bérért kénytelen ellátni a feladatát. Azt kevesen tudják, vagy nem elég sokan vannak olyanok, akik tudják, hogy aki ezt a pályát választja magának, az egy havi nettó 140-160 ezer forinttal indul neki, és ezért ő nagyon komoly, 130 ezer. Nagyon komoly szolgálatot vállal. Igen, több olyan szektor van még, ahol ilyen probléma van, de ezek az emberek, ugye a rendőrök úgy teszik le az esküt, hogy az életük kockáztatásával, és megvédik a rájuk bízottakat. A katonák úgy, hogy akár az életük árán is, ők így tesznek esküt, és az eskü mellett ők hatalmas felelősséget vállalnak. És akkor most konkretizálva mondjuk milyen béremelést képzelnének el nekik? Mert én úgy emlékszem, ahogy olvasgattam a 2021-es költségvetést, mint egy ilyen esti olvasmányt, hogy a honvédelemre egyébként elkülönít plusz összegeket, tehát akkor ez egy pipa végül is. Hát eszközbeszerzésre, de mi arról beszélünk, és azt szeretnénk, hogy az alapbérek emelkedjenek meg. Ugye az nagyon sokszor előkerül. Mennyivel, vagy mit mondanának? Hát legalább egy másfélszeres alapbéremelést szeretnénk látni. Óra. Hát másfélszeres, tehát egy nagyjából egy 2-250-et kapjanak meg ezek az emberek, még a pályakezdők is, tehát ugye ezt az alapért ezt így be kell állítani, mert hatalmas létszámhiány van. Tehát a rendőrségnél, a büntetés végrehajtásnál, a katonaságnál... Tudjuk, hogy mekkora létszámhiány van egyébként? Hát nagyon nehéz a beosztásokat, tehát olyan információink vannak, hogy nagyon nehéz a beosztásokat normálisan megcsinálni, ahhoz, hogy el tudják látni a feladatukat, és ugye látjuk azt, hogy egyre több és több plusz feladatot nyom rájuk a kormány, az iskolarendészettel, a hulladékrendészettel, elő fogják venni megint a migrációs tematikát, oda is küldik le minél nagyobb számban majd őket, és ugye így nagyon nehéz lesz ezeket a rendszereket. Már tegnap elővette a migrációs tematikát. Hát ugye ezt nem, alapvetően nem kell elővenni. Tehát amikor március elején kitört a koronavírus járvány, akkor ugye azok a csempész hálózatok, meg az a fajta népesség mozgás, az megfagyott. És nem mozdult semmi. Ugye ezek a csempész útvonalak is a kijárási korlátozások miatt a balkáni útvonalon is megálltak. Ezek megint fel fognak oldódni, és megint kezdődik előről ez a dolog, ami persze egyrésztről van ebben egy politikai manipuláció, akár Erdogan-tól, akár mások részéről,
Másrészt meg van, ez egy természetes, való természetes társadalmi folyamat, ami elsősorban a közel-kelet, illetve Európa különböző korfájából adódik. Na, menjünk tovább a másik témára, mert ugye ezt az elmúlt napokban már sokszor hangoztattuk mi is itt a Linda stúdióban, hogy most a Láncid sorsa alapvetően mi lesz. Most már adáig jutott el a közélet, hogy gyűjtést kezdeményeznének ugye a Láncid felújításával kapcsolatosan. Mutatunk egy összefoglalót, és akkor utána ezzel a témával megyünk tovább. Közösségi oldalán egy pénzügyi alap létrehozására tett javaslatot az első Orbán kormány minisztere. Pálinkás József arra kért minden magyart, hogy vállaljon áldozatot a Lánchíd gyors és teljes felújítása érdekében, és ajánlja fel egy vagy akár fél napi jövedelmét. A miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére azt mondta, egy feltétellel támogatná az alapot. Hogyha a karácsonyi főpolgármester azt mondja, hogy ebben az esetben megvalósul a Lánchíd felújítása, akkor minden további nélkül. Gulyás Gergely hozzátette, a kormány részéről nem folyik játszma az ügyben. A főpolgármester általános helyettese egy interjúban arról beszélt, hogy dolgoznak egy támogatási rendszer részletein. Az LMP-s Csárdi Antal 25 milliárd forint átcsoportosításáról nyújtott be javaslatot, hogy legalább elkezdődjenek a munkálatok. A Fidesz nem válaszolt arra, hogy támogatnák-e Pálinkás József kezdeményezését. Azt írták, nem értik, miért szerencsétlenkedik ennyit a felújítással Budapest főpolgármestere. Hát mondjuk nem Karácsony Gergely főpolgármester ül itt a stúdióban, de hogyha most ő ülne itt, akkor lehet, hogy pont ezzel a kérdéssel mennénk tovább, hogy most ő úgy érzi, hogy szerencsétlenkedik, vagy sem. Önök szerint, vagy akár ön szerint is, mi lenne a hathatós megoldás a Lánchíd felújítására? Hát egy ilyen volumenű beruházásnál a szükséges műszaki felmérések, egy esetleges közbeszerzési eljárásnak az előkészítése. De ezeket mondták, hogy lesz majd közbeszerzés, írják. Ez a legfontosabb része egy ilyen volumenű felújításnak. Azért gondoljuk el azt a helyzetet, hogy mi történt volna akkor, hogyha mondjuk Karácsony Gergely egy személyben, amikor ugye a fővárosi közgyűlés jogait ő gyakorolta, kiírt volna egy közbeszerzési eljárást. Én őszintén megmondom, én a második kerületben nem mertem a járvány idején közbeszerzési eljárást a bizottság és a testület hatáskörei gyakorolva kiírni, hiszen akkor az lett volna például a probléma. Abban én a bejátszásokban elhangzottakkal egyetértek, hogy itt egy méltatlan politikai játszma zajlik. Tehát azt mondani, hogy Karácsony Gergely azért nem újítja föl, vagy a Budapest Főváros Önkormányzata azért nem újítja föl a Lánchidat, mert nem akarja, vagy mert alkalmatlan rá, pedig egyébként minden külső körülmény adott, az egyszerűen nem felel meg a valóságnak. De önök szerint komolyan arról kell beszélgetnünk nap mint nap a különböző ötletekről, hogy téglajegy, meg így dobjuk össze, meg így dobjuk össze. Pálinkás József például valami Széchenyire is hivatkozott, hogyha csak 1,365 Széchenyek vagyunk, az már jó. Zárójel Széchenyi a hitköltségvetésének az abszolút kisebb részét adta bele, a többiek adták bele a sokat, azt hiszem, ami 3%-án. De ez mindegy, ez részletkérdés, csak hogy komolyan arról kell beszélnünk, hogy egy válsághelyzetben, egy gazdasági válságban a nép mire adjon még össze az adóforintjaim felül? Szerintem önmagában arról beszélni, hogy az adóforintokat milyen célra használják fel, pláne egy válsághelyzetben, az egy érdemi vita egyébként. Ez igen, de hogy még azon az, hogy egyébként egy ilyen gyűjtés elindul, illetve több gyűjtés fut párhuzamosan, az pedig azt jelzi, hogy a Lánchíd az tényleg nem egy politikai játszma, hanem az egy nemzeti jelkép, ami tényleg nem ezt érdemli, hogy ilyen viták legyenek körülötte. Én azt hiszem, hogy egy normális országban az elmondható lenne, hogy minden fél politikai nézetektől, bármitől, de még akár lakóhelytől függetlenül is érdekelt abban, hogy a Lánchíd az megújuljon. És ugyanez elmondható számtalan olyan ügyre, például az egészségügyre vagy az oktatásra, ami hát, nem lehet ilyen szempontból párt. Uraim, lehet, hogy pont most kellene idéznem Gulyás Gergely miniszter urat, aki ugye idézzük. A politikai nem egyetértésről beszélt. Igen, idézzük. Mindjárt meg is mutatjuk. Tegnapi mondatról lesz szó. Ha látjuk majd a monitoron. Itt van. A kormány a veszélyhelyzetben politikai egyetértést szeretett volna, de tudomásul kellett venni, hogy az ellenzék ehhez nem tudott hozzájárulni, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzék nem tudott hozzájárulni. Igen.
Hát... Mekkora sóhaj volt. És még nem is kérdeztük. Ki akart és ki tudott együttműködni a másikkal, szerintem ez egy soha véget nem érő vita lesz az ellenzék és a kormánypárt között. Mindenki ragaszkodni fog a saját narratívájához, a saját álláspontjához. Szerintem a Lánchíd vitával kapcsolatban én azt gondolom, hogy egészen más oldalról, más nézőpontról kell ezt a kérdést megközelíteni. Hallgatjuk, akkor mi a zene? Az egész kampánya arról szólt, az önkormányzati választási kampánya Fidesznek, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan a feladatára. És ez nem sikerült nekik ezt keresztül vinni, Karácsony Gergely lett a főpolgármester. A következő 4-5 évet ők arra fogják használni, hogy ezt az alkalmatlanságot bebizonyítsák. Erről szólt a Pesti úti idős otthonnak a járvány alatt a balhéja, erről szól most a Lánchíd alatt, amikor ennek vége lesz, akkor majd jön egy következő ilyen. Ugye ez egy érdekes politikai megjelenés, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebbe hogy illeszkedik bele például az a bizonyos Szálasi fotó. Ugye, amit az elmúlt napokban körözött a polgármesterről, hogy Szálasi helyére montírozták őt. Igen, az arca. Szerintem van olyan még az ő gépezetükben is, amikor hiba csúszik ebbe a dologba, ott szerintem túl lelkesedett Facebook aktivisták voltak azok, vagy Facebook dolgozók voltak azok, akik kirakták. De ön szerint tudatosan, vagy hibáztak? Ezt a képet szerintem hibáztak. Egyszerűen csak nem tudták, hogy ki volt az eredeti képen, hát, vagy mi? Szerintem nem a politikai koncepcióban nem illeszkedett. Nem illeszkedett. Tudták ők, hogy mi ez a fotó, meg ki van azon az eredeti fényképen, és ez egy milyen méltatlan és minősíthetetlen montír, amit ők ott elkészítettek, csak egyszerűen ebbe az alkalmatlan koncepcióban, amiről beszéltem, nem illeszkedett. Önök szerint van a költségvetésben olyan tétel, olyan sor, aminek mondjuk az átcsoportosításával meg lehetne oldani a Lánchídnak a felújítását? Kérdezem ezt azért is, egyébként, mert fél óra múlva pont itt lesz az államháztartás egy felelős államtitkár a pénzügyminisztérium részéről, tőle is azt nyilván meg fogom kérdezni. Meg fogja magyarázni. Tehát ő meg fogja magyarázni azt, hogy ennek miért nincs erre pénz. Közben szerkesztő azt mondja, ugye mondta, hogy ezzel fekszik ezzel a költségvetéssel. Tehát ő is tudja. Ő is tudja bizonyosan, hogy egy csomó hely van ebben a költségvetésben, ahonnan lehetne elvenni. Ez egy sima politikai. Nem tudom, koncepció. Hogy van olyan hely egyébként. Tehát ez szerintem most egy nagyon általános válasz, mert szerintem meg ebben a költségvetésben nagyon kevés olyan hely van, ahonnan még el lehet venni. Szerintem nagyon sok olyan hely van, ahova még kéne tenni. Hát mondjuk a kormányzati kommunikációból vennék én el. Tehát. Kormányzati kommunikáció, tessék. Akkor onnan kellene átcsoportosítani egészen pontosan mennyit, mert ezzel kapcsolatosan is az ember egészen eltérő számokat hall. Hát ezt szerintem polgármester úr jobban meg tudja mondani ezeket a pontos összegeket, mennyi kell. Ez az egyszerű válasz az, hogy a lehető legtöbbet, és amennyi elég. Kormányzati kommunikáció. Ezt fogjuk mondani az államtitkár úrnak. Azért vannak olyan tételek. Én lennék a legboldogabb, hogyha el tudnám mondani azt, hogy egyébként mi az a minimális műszaki tartalom jelen pillanatban, ami a Lánchídnak a méltó megújulásához tartozik. Itt ugye erről volt szó, hogy ugye Tarlós István érájának a végén azért lett visszavonva, illetve eredménytelen a közbeszerzési eljárás, mert túl magas, 28 milliárd forint körüli ajánlatok érkeztek be. A kormányzati propagandán túl azért akár a most kiküldött újságok, akár a nemzeti konzultáció, számtalan tételt lehet szerintem találni. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, a vitát úgy nem zárjuk le, tehát folytatni fogjuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek ma reggel.